2016-ban a legjobb színésznő, úgy látom, hogy hát most időben ideért, tavalyi évben egy kicsit elkésett. Tónodi Eszternek gratulálok. Nagyon meglepődtem, és ezt most őszintén mondom, mert ugye tavaly is megkaptam ugyanezért a díjat, ugyanezért a szerepért, és valahogy azt gondoltam, hogy eleve már fel se fognak terjeszteni pont emiatt. Amikor láttam, hogy felterjesztettek, annak már először is nagyon megörültem, és hát én pont emiatt nem gondoltam volna tényleg, hogy most meg is kapom újra. De hát itt, hál' Istennek, ebben a televíziós újságíróknál ez nem probléma, hogy valaki egy évvel ezelőtt is kapott díjat, hiszen több olyan kategória jelölt volt, akik már zsinórban több év óta viszik haza ugyanezt az elismerést, de nagyon boldog vagyok. Nagyon jó kis köszönő beszédet mondtál, amiben kitértél arra, hogy milyen utóéletet él Janka ugye az utcákon. Ez téged így hogy érint, hogy így nagyon azonosítanak így az emberek Jankával? Azért annyiban pontosítanék, hogy szerintem igazából csak az aranyélet rajongóknak egy elég kis százaléka, bár annál harciasabb és harcosabb százaléka azonosít. Szerintem azért az embereknek én azt gondolnám, persze nincsenek adataim, de mondjuk így háromnegyede biztos vagyok benne, hogy tud különbséget tenni a szereplő és én közöttem. Egyéb iránt pedig, akik meg nem tudnak, ott meg azt érzem, hogy hát egy csodálatos dolog, hogy ennyire működik valami, hogy persze úgy idézőben csodálatos, hogy ennyire zsigerileg hat a történet, hát azért remélem, hogy nem fognak csukjás emberek a kapuhajban várni engem. És abban is bízom, hogy ha lesz esetleg harmadik évad, akkor azért még kap a karakter olyan csavarokat, amitől jóvá írható ez a húzás, amit megtettem a második évadban. Ami nagyon-nagyon durva volt, és így mi is, amikor néztük, akkor konkrétan leesett az állunk. És hogyha lesz, ahogy mondtad, a harmadik évad, mennyire lehet még ennél mélyebbre süllyedni? Én annyira bízom az HBO csapatban, hogy biztos vagyok benne, hogy valami nagyon eredeti és senki által nem gondolt fordulattal fognak előrukkolni. Tehát már eddig is az első két évadban azt vettem észre, hogy pont ami egy kicsit kiszámítható fordulat lett volna, azt rögtön élből dobják el. Tehát, hogy semmit nem tudok az egészről, még azt sem tudom, hogy milyen fázisban van az írói folyamat. Úgyhogy, de nagyon, tehát azt hiszem, hogy nyugodt vagyok a tekintetben, hogy itt nem fogjuk ezt a minőségi szintet alább hagyni, hanem inkább megugorjuk. Tehát akkor dolgozni fogsz azon, hogy még jobban utáljanak. Figyelj, én nem dolgozom rajta, én abból főzöm, amit kapok. Tehát, hogy itt volt egy pici beszélgetés az első év, a második évad végén az alkotókkal, hogy vannak-e olyan ötletek, én mondtam egy pár ötletet, de hogy most ebből megfogadnak-e valamit, vagy valami egész más úton fognak elindulni, nem tudom. Én a második évadban sem, tehát egy kész tényként kaptam ezt a forgatókönyvben, ezt a húzást, hogy én az Anger, vagyis hát a Hollós Endrével ilyen durván fogok elbánni. De hát persze nagyon izgatott és nagyon tetszett, hogy egy ennyire bátor húzás, tehát bírom benne, hogy tényleg, hogy nagyon, nagyon kíméletlenül és bátran bánnak a karakterekkel, és nagyvonalúan, tehát hogy képesek arra például a Hollós Endre karakterére visszatérve, hogy nem akarom a felhájpolni szót mondani, hanem inkább azt mondanám, hogy borzasztóan rokonszenvesét tesznek egy karaktert, hosszú epizódokon keresztül dolgoznak azon, hogy minél szerethetőbb legyen, majd egy váratlan csapás szó szerint éri őt. Tehát azt gondolom, hogy ez simán lehet a harmadik évadban bármelyik másik karakterrel is. Én egy kis kulisszatitokra lennék kíváncsi, hogyha lehet ilyet kérdezni, azt a bizonyos jelenetet hányszor vettétek fel, amikor Endre bát kinyírtad? Nem tudtok sokszor fölvenni, mégpedig azért nem, mert ha megnézi valaki azt a snittet, nem maga az ütés, de az azt megelőző jelenet, az tulajdonképpen egybeállítás. Tehát ott hosszú percek zajlanak el úgy, hogy vágás nélkül. Inkább azt mondanám, hogy ezt nem felvenni vettük föl sokszor, hanem próbálni próbáltuk el nagyon sokszor az operatőrrel, tehát a Steadicam-es operatőrrel. Külön próbanap volt ennek a jelenetnek a felvételihez, mert mint egy tánc össze kellett szokni mindenki, egy konkrét koreográfia,
tudni kellett, hogy végszóra mikor kell fordulni a kamerának, merre kell fordulni, mikor kell megkapjanak engem ott a háttérben, hogyan bolyongok ott, mint egy ilyen furcsa, félőrült zombi. És ezt visszanézve a tévéképernyőn, szerintem baromi izgalmas volt, hogy pont ettől egy annyira sejtelmes és feszültséggel teli pillanat lett benne. Tehát igazából ez volt a nehéz benne, hogy ezt összehozzuk. Szerintem mondjuk háromnál többször biztos, hogy nem vettük fel. Hát igen. Hajnalban, tehát ami a legrosszabb, hogy ilyen. Hát igen, a profik. Na, még egy utolsó kérdés. Barátok, ismerősök mit szóltak ehhez a jelenethez, amikor meglátták? Nem tudom. Vagy inkább a Jankának a nagyon-nagyon erős karakter fejlődésén. Sokan elismerésüket fejezték ki, hogy nagyon bátor és merész húzás volt ez. De hát igazából tényleg inkább csak ezeket a fórumozó embereknek a visszajelzéseit olvastam, ami ugye hát nyilván összességében inkább negatív volt, mint pozitív, bár azért ott is volt egy-kettő olyan, ami pont ezt a bátorságot, ezt a forgatókönyvírói bátorságot dicsérte, hogy a legszimpatikusabb, vagy a legmenőbb karaktert egy ilyen húzással kiírták, vagy legalábbis kiírni látszik a sorozatból.